A kajakozás technikája. Mint minden sportnak, a kajakozásnak is megvan a maga technikája. Ám ahogy nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma technika sem. A kajakosok alkati különbségei miatt, mint például a karhossz vagy az ülőmagasság, mindenki másként tudja az erejét a leghatékonyabban kifejteni. Mindezek miatt a jó vagy tökéletes kajakozási technikáról is csak általánosan főszabály szintjén tudunk beszélni, és csupán sarokpontokat tudunk meghatározni, amelyek fontosak vagy éppen elengedhetetlenek a jó kajakos mozgás kialakításához és alkalmazásához. Vízre szállás. A lapát méret és hossz, valamint a forgatás megválasztása. Mielőtt hajóba ülnénk, fontos a megfelelő lapát kiválasztása. Gyermekeknek a kisebb tollú lapát ajánlott. A lapát hossza akkor tökéletes, ha a gyermek felnyújtott keze mellé állítva a tenyere közepéig ér. Fontos a forgatás megválasztása is, vagyis hogy jobbos vagy balos forgatású lapátot használunk. Ezt az befolyásolja, hogy melyik a domináns oldalunk. Ezért is van az, hogy a kenusok különböző oldalon eveznek. A legkönnyebben úgy deríthetjük ki, melyik a gyerek domináns oldala, hogy a kezébe adunk egy kenulapátot. Ha a kenú jobb oldalán kezd vele evezni, akkor a bal kezével fogja a mankót, és azzal forgatja a lapátot. Tehát balforgatós lapáttal fog kajakozni. Ugyanez fordítva is igaz, aki a bal oldalon kezd kenúzni, annak jobbos lapáttal kellene kajakoznia. A hajó és lapát típusok korcsoport szerint. Az sem mindegy, hogy milyen hajótípussal kezdünk el kajakozni. 10 éves korig érdemes az eszkimó kajakot választani. Ennek a hajónak nincs kormánya, és csak a lapáttal irányítható. Az ilyen hajókhoz a hagyományos, liminált lapát az ajánlott. Ha ezzel tanul kajakozni a gyermek, olyan ügyességre tehet szert, aminek a későbbiekben is nagy hasznát veszi. 10 éves kor felett az MK, vagyis a mini kajaka javasolt, amely a K1-es versenyhajó kicsinyített mása. Itt már a wing lapát használata a célszerű. Ebben a hajótípusban a tinédzserek már a korosztályuknak megfelelő kajaktechnikát tudják elsajátítani. A hajó beállításai. A kajak optimális mozgatásához mindenképp szükséges az ülés és a lábtámasz távolságának helyes beállítása. Kiindulásként az ülést a hajó súlypontjában kell elhelyezni. A lábtámaszt pedig úgy igazítsuk hozzá, hogy a lábunk enyhén behajlított állásban legyen, és elfordulásnál teljesen vagy majdnem teljesen ki tudjuk nyújtani. A lábtámasz. Lábtámaszból többfélét is megkülönböztetünk. Lehet normál vagy teli talpas, sima vagy merev gurtnis. Meghatározó a lábtámasz dőlésszöge, és hogy biztosítsa, hogy a sarkunk fixen legyen. Ezek mind egyéni beállítást igényelnek. A lábtámaszon lévő sima vagy merev gurtninak kiemelt szerepe van a támasz stabilitásának megőrzésében, ezért fontos a megfelelő beállítása. A jól igazított gurtni lehetővé teszi, hogy a húzásnál, azaz a támasznál a forgómozgást stabilan, erőteljes lábmunkával tudjuk végrehajtani. A gurtninak olyan passzentosnak kell lennie, hogy a lábat stabilan a lábtámaszhoz szorítsa, ugyanakkor ne irritálja és tegye lehetővé a finom kormányzást is. Az ülés beállítása. A kajak ülése is állítható, mind magasságban, mind dőlésszögében. A magasságállítást a kajakozó stabilitás érzete, illetve a hajó típusa határozza meg. Ülés-dőlésszögben a vízszintes az ideális állapot. Ennek megváltoztatására csak akkor van szükség, ha a versenyző úgy érzi, hogy húzás közben lecsúszik az ülésről. A kajakozás technikája egyszerűen. Mi a technika? A kajakozásra úgy is tekinthetünk, mint egy erőátadási rendszerre, amely 3 részből áll. A sportolóból, aki az energiát adja, a hajóból, amely az utaztató egység, és a lapátból, ami a közvetítő eszköz. Ennek a 3 elemnek a célirányos összehangolását nevezzük technikának. Forma és erőátadás. A technikának van egy formai eleme, vagyis megjelenése, amit látunk belőle.
Ezek általában könnyen felismerhető külsőségek, stílusjegyek, amelyek az egyes sportolókra jellemzőek. A technika másik eleme az erőátadás, vagyis az, ami fizikai értelemben a rendszer elemei között végbe megy. Sokan neveznek szépen, de nem hatékonyan. Az ilyen esetek nehéz helyzet elé állítják mind a versenyzőt, mind az edzőt, mert nem a látható formai dolgokon, hanem az erőátadáson kell javítani. Ezért nem elég szimplán lemásolni a látható külső technikai elemeket, hanem meg is kell érteni és alkalmazni a technika láthatatlan erőátadással kapcsolatos elemeit. Lábbal kajakozunk. Az erőátadás megértését segíti, ha a test izmait az evezésben betöltött szerepük alapján kategóriákba soroljuk. Ezeket a kategóriákat nevezzük erőköröknek. Ide tartozik a felső, az alsó és az összekötő erőkör. Az alsó erőkörben található nagy izmok tartósan nagy erőt képesek kifejteni, ezért nagyon fontos, hogy aktívan bevonjuk őket az evezésbe. Ezért is van az a mondás, hogy lábbal kajakozunk. A hajó mozgása. A hatékony erőátadás nagyban múlik azon, hogy az evezés közben keletkező ellenállásokat milyen mértékben tudjuk csökkenteni. A legnagyobb ellenállást maga a hajó fejti ki, ezért a hajótest felesleges mozgásainak minimalizálása kiemelten fontos. Kulcsszavak. Ha egy sportágat meg akarunk ismerni és aktívan űzni szeretnénk, fontos, hogy megismerjük a hozzá kapcsolódó kifejezéseket, fogalmakat. Vegyük sorra a legfontosabbakat. Vízfogás. A vízfogás során a kéz és a lapát elől hegyes szöget zár be a vízzel, a térd felemelkedik, a húzó oldali csípő pedig előre megy. A vízfogás pillanatában indul el a láb a lábtámaszról, a lapát pedig a hajó mellett kerül a vízbe, szemből nézve 70-80 fokos szöget zárva. Tolás helyett támasz. Vízfogás után a kajakos rátámaszkodik a lapátra a vízben lévő lapáttól irányába, hasonlatosan a rúdugrók mozgásához. Ezt követi a préselés. Ilyenkor a támaszkéz előre megy a hajó orra felé, szem válmagasságban. Húzás. A húzás lábbal indul a lábtámaszról. A csípő csavarásával a vállat hátra húzzuk, a kar nyújtva a test előtt, a lapát közvetlenül a hajó mellett fogja meg a vizet, majd a hajótól finoman távolodva kerül hátra. Szabadítás. A szabadítás során fontos, hogy a lapát ne lassuljon le a vízben. A szabadítás előtt törzsből rácsavarunk, a szabadítás pillanatáig terheljük a lapátot, majd elrugaszkodunk a vízfaltól. Csuklóval szabadítunk, és a könyök végig lent marad. Légmunka. A szabadítás és a következő vízfogás közötti szakasz a légmunka, amely fontos szerepet játszik a kajakozás ritmusának kialakításában, a következő húzásra való felkészülésben és az izmok ellazításában. Testtartás. A hajóban egyenes, kihúzott törzsel evezünk. Mellkasunkat kinyomjuk, még akkor is, ha kicsit előre vagy hátra dőlünk evezés közben. Préselj és csavarj! Az egyik legegyszerűbb és legegyenesebb technikai utasítás a préselj és csavarj. Ez azt jelenti, hogy a lapátot rögzíteni kell a vízben, majd a hajót a vízben rögzített lapáthoz kell mozgatni haspréseléssel, lábnyújtással és törzscsavarással. Szinte olyan mozdulatokat végezve, mint a rúdugrók, amikor elrugaszkodnak a rúdtól. A préselés stabil kapcsolatot létesít a mozgásban résztvevő testrészek között. Összekapcsolja a kajakost a sporteszközökkel, valamint kiemeli a hajót a vízből.
A csavarás során a kajakos a vízfogó oldali csípő és láb segítségével a kiemelt hajót a rögzített lapáttolhoz mozgatja. Ez a mozdulat adja meg a hajó sebességét. A csavarás a szabadítás után is folytatódik, és segít a következő vízfogás előtti lendületvételt.